Sziasztok, én Hafner Varasdi János vagyok, 11 éves. Szeretek színészkedni, énekelni és táncolni. János már igazán fiatalkora óta foglalkozik színészettel. Ez volt az egyik legnagyobb álma. 3 éves koromban döntöttem el, hogy én balettáncos leszek, egy tévéműsor alapján. Anyukám még ekkor csak nevetett rajtam, de én komolyan vettem a dolgot. Ekkor 3 évesen elkezdtem balettozni kisebb csoportoknál. Aztán 8 évesen már felvettek a Diótörőre, és én voltam a hős kiskatona, aki harcolt az Egér királlyal. Már filmes forgatásban is vettem részt. Mikor megtudtam, hogy ez egy betlehemes vígjáték, rögtön azt mondtam, hogy én az elsők között akarok lenni. Aztán rájöttem, hogy sokkal nehezebb munka, mivel 2 Máriát cipelek a hátamon. Én voltam a szamár. Egy hónapban 8 vagy annál több előadásom is lehet. Ezekre az előadásokra van, hogy 10 vagy 20 napot is készülünk. A legkedvesebb szerepem a Diótörő és a Kincsessziget volt. A Diótörő azért, mert ott még csak 8 éves voltam. A Kincsessziget pedig azért, mert az az egyik legnagyobb szerep, amit eddig elértem. Gyertek, tartsatok velem! Éppen most megyek jelmezpróbára. János többször is ellátogat a színházi varrodába egy előadás előtt, hiszen minden apró öltés, rövidítés, hosszabbítás számít. A varrónő a múltkori hibákat javította. Egy picit bővebb itt, egy picit szűkebb ott. Kényelmes? A nagy napra János jelmezének kényelmesnek és tartósnak kell lennie. Több órás tánc, ének és színészi játék nem csak a szereplőnek, de a ruhának is megterhelő. De ahogy látom, ezt a jelmezt mintha ráöntötték volna. Igazán fes. Képzeljétek, ez a Kincsessziget jelmeze. És nézzétek, milyen menő sagyakon van. És szabadidőmben a családommal szoktam lenni. Szeretek játszani a tesóimmal, szeretek origamizni, és szeretek varni. Én azt üzeném a korombelieknek, hogy mindig a nehezebbik utat válasszátok, és kövessétek az álmaitokat. És te, miben vagy tehetséges?